Békés Márta, what's your name? A szüleim szerint a nyelvtudás a legfontosabb. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz. Mondogatják, meg azt is, hogy nyelv nélkül manapság sehol sem lehet boldogulni. Ezért 3 éves koromban megkaptam a képes nagyszótárt, és befizettek az oviban egy drága nyelvtanfolyamra. Vártam, hogy nőjön még egy nyelvem, de nem történt semmi. Aztán, amikor belenéztem az Erász szájába, megnyugodva tapasztaltam, hogy neki is csak egy nyelve van. Noha, azt mondták rá, hogy 2 nyelvű. Akkor tanultam meg, hogy a nyelv nem csak az, amivel a fallaltot nyalja az ember, vagy amit meg lehet égetni, ha a rózsaidnit nem hagyom kihűlni, hanem a nyelv, az az edi dadi dudi, just like me, mert ezt tanultuk a nyelvtanfolyamon. Amióta az iskolában angolt is tanulok, már nagyon szépen tudok köszönni. Ha meglátom az angol tanárnénit a folyosón, hangosan kiáltom felé angolul, what's your name? A bizonyítványomban az állt, hogy részt veszek az órán, meg hogy megfelelt. A szomszédnéni szerint ez csak egy 3-as. Apu dühöng, mert már annyi pénzt költöttek nyelve, hogy abból akár 3-szor körbe lehetne utazni a földet. Nem érti, miért nem beszélek már perfektül, hisz a gyerekekre köztudottan ragad a nyelv. Nekem meg csak a nyelvem ragad. Anyunak nincs semmi nyelvérzéke, és fél, hogy ezt örökölhettem tőle. Apud bezzeg nem lehet eladni németből, és perfektül is nagyon jól tud.